Május 10-én szűnni nem akaró vastapssal díjazta a kiskörösi közönség a Városalapítók napja és országos rétes fesztivál nyitó programját, a Szájfel Szabadmadár című koncertsót. A társulat az elmúlt években már számtalanszor elvarázsolta a kiskörösi közönséget műsorával. Polgármester úr, a Dominik László barátommal, ez egy régi kapcsolat, régi barátság, tehát nem ez az első produkció, amit hozunk ide Kiskörösre, ugye a Vadakurától az Omega Musicalig nagyon sok nagyszerű dolgot mutattunk már be. Én inkább visszatérés, nem megérkezés, tehát jó visszatérni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy én is kaptunk egy felkérést, és mi idén is, most egy koncertsóval, tőlünk általában musicaleket és táncszínházi produkciókat szoktak meg a kedves nézők, a kedves kiskörösiek, itt most mi egy koncertsóval készültünk. A Szájfel Szabadmadár látványos koreográfiákkal szövi egybe a közismert retro rock slágereket. Az előadás alkotóinak meggyőződése, hogy a jelenkorban is kellenek olyan események, ahol ezek a remekbe szabott zenei csodák át tudnak örökítődni a felnövekvő generáció számára is. Ragányom is a barátommal, amikor összeraktuk ezt a műsort, és az elmúlt évek dalait szemügyre véve, amiket mi színpadra vittünk, összeválogattuk tényleg ezt a szűk repertoárt, akkor nagyon szem előtt tartottuk azt, hogy, és nem titkolt szándékunk egyébként, hogy ezeknek a régi nagy előadóknak tényleg a Varga Miklóstól, a Kormoránon keresztül a régi nagy szerzők, mindig szoktuk mondani, hogy Damien Charlie és a nagy 70 fölötti előadók életművét szeretnénk generációról generációra továbbadni. Tehát ahogy mondtad, igazából ez nem elsősorban annak a korosztálynak szól, akik ezen nőttek fel, hanem szándékunk az, hogy ezt mi átadjuk. A színpadon kiváló énekesek, táncosok és zenészek tolmácsolták a dalokat. A színpadra lépők száma az egy klasszik 6+6+6, tehát 6 szólista, 6 táncművész és 6 zenész. 18-an vagyunk színpadon, ez az alap létszám, amivel járjuk az országot, és akkor természetesen a kiegészítő stáb, akik nélkül egy előadás sem valósulhatna meg. Hangtechnikusunk, fénytechnikusunk, videótechnikusunk, díszítők, tehát ez egy 30 fő fölötti stáb létszám. Nagy kamionnal és sok autóval, busszal utazunk helyszínről helyszínre. Én azt gondolom, hogy sikerült építenünk egy olyan csapatot, egy olyan stábot, akivel egyrészt baráti, szeretetteljes a viszony, másrészt a munka is nagyon jól működik. Az előadás fantasztikus látványvilággal varázsolta el a kiskörösi közönséget, melyhez a 21. század LED Visual színpad technikáját hívták segítségül. A műsor első blokja a legnépszerűbb nemzeti érzelmű dalainkat tartalmazta, mint például a Honfoglalás, a Hazám, a Nemzeti Dal, a Magyarország, a Hazám Hazám, a Mesélek a Bornak, az Európa vagy a Nélküled. A második blokja népszerű kormorán dalokból állt. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezeket a dalokat mindenki ismeri, és lehet, hogy nem hallgatja ezeket a dalokat nap mint nap a mai ember, de amikor megszólal, akkor rögtön tudja, akkor rögtön elindul a lába, rögtön megindul a keze, a lelke, a könyvcsatorna, a minden, és olyan rezgés száma van ezeknek a nótáknak, ami együtt lélegezteti a közönséget, tehát csodálatos atmoszféra tud létrejönni a színpad és a nézőtér között a daloknak a segítségével. Ezen az estén a kiskörösi közönség is együtt lélegzett az előadással, a koncertshow végén pedig vastapssal éltették a műsort.